Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Házban tartották meg a borászok országos találkozóját. A Bormustrán hazánk 25 borászatának nemes nedűit kóstolhatták meg a résztvevők. A Barik Borbár hagyományteremtő szándékkal negyedik alkalommal invitálta meg a mai magyar borokat előtérbe helyező, a hazai borkultúrát ápoló íjenceket a Szent István Művelődési Házba. Az ötlet gazda Fáncsi Viktória álma valóra vált. A magyar borkultúra azt gondolom, hogy fejlődik, hála Istennek, és most már roham lépte ebben az utóbbi egy-két évben, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Hát ez a rendezvény sikere is mutatja, hogy azért egyre többen kíváncsiak a borra, egyre többen kíváncsiak a kisebb borászatokra, mert amellett, hogy azért nagy nevek itt vannak, azért kisebb borászatokat is próbálunk megszólítani és meghívni ide. Ugye azt mondják, hogy minden boros találkozó vége a következő kezdete. Ennek tükrében látom, hogy itt vannak a nagymenők, tehát a Friedmanék, a Balláé, Balla, aki az elmúlt esztendőben volt az év borásza, illetve bortermelője. Milyen elvek mentén tud meghívni ide borászatokat? Hát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy személyes és baráti a viszonyunk, úgyhogy, illetve akik újként kerülnek ide hozzánk, ők pedig hallottak a rendezvényről. Úgyhogy szerencsére Szekesfehérvár egy nagyon vonzó célpont, nagyon szeretnek idejönni, és szeretnék megismertetni a fehérváriakkal a boraikat a borászok, és így nincs olyan nehéz dolgom ebből kifolyólag, hogy tényleg azért most már számon tartják a rendezvényt a borászok is. A Magyar Provence, a Balaton felvidék Káli medencéjének borai nem véletlenül viselik az ősi árpádházi tradíciókat. Ők azok, akik mai eszközökkel a régmúlt értékeit is fontosnak tartják. Mi egy kis családi pincészet vagyunk Badacsonyból, ami azt jelenti, hogy jelenleg 23 hektáron gazdálkodunk a borvidékre jellemző fajtákkal. A fő fajtánk természetesen az olasz rizling, de megtalálható a kínálatunkban a kéknyelű rózsakő, muszkátotonál rajnai rizling, illetve kékszőlőben már Pinot Noirral is foglalkozunk, bár ugye Badacsony hagyományosan egy fehérboros borvidék. Három önálló borászat, Von Bőti Pince, Tóth Pince és a Jövendő Pince fogott össze, így született meg a Csománci Bormanufaktúra. Jelenleg 6 hektáron gazdálkodnak, területeik a Badacsonyi borvidék szívében fekszenek. Az egészséges bio- és kézi szüretelésű szőlőjükhöz nem használnak fajélesztőket és segédanyagokat sem. Csobánci Bormanufaktúra végül is a Tóth családnak a családi pincészete. Biogazdaság vagyunk több mint 20 éve, és Csobánci egy, Hajagos egy, Köves egy dűlőjén dolgozunk, elég sok fajtával, és amiatt, hogy ezek divers talajok, divers fekvések, emiatt használunk sok fajtát, és ezt a sok fajtát, köztük kék szőlőket is, és elég sok vörös bort is készítünk. Ezt mi úgy gondoljuk, hogy ezt a területet így lehet a legjobban megmutatni, és ez nyilván gasztronómiai szempontból is jó, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a klasszikus konyha ételeihez nagyon jól passzolhatóak a boraink, és tulajdonképpen van egy-két különlegesség is, amit készítünk. Ugye felkaroltuk a héjon elresztett fehér szőlőből készült borok, tehát a narancsborokat. Most is hoztunk egy olyat, ami így készült. Ez is egy ilyen aduász, vagy egy Jolly Joker a gasztronómiában. A Sáfrán család 5 hektáron gazdálkodik. Pincészetükben korszerű technológiával dolgoznak, ami elősegíti a könnyed, gyümölcsös borok elkészítését. Területeik folyamatosan növekednek, új fajtákat is telepítenek. Boraik minőségét a borversenyek eredményei a borkóstolók vendégeinek visszajelzései igazolják. Minden esetre először kellett ahhoz, hogy apa ezt elkezdje hobbiként, ugye? És én meg utána beszálltam ebbe az egészbe, és ketten együtt ezt sikerült felfejlesztenünk ilyenre, hogy ilyen jól működjön az egész borászat. Tehát remekül működik a borászat, azt tudjuk. Mi az, ami a borászatban téged személyesen megfogott, és hogyan lehet fejleszteni folyamatosan ezt a borászatot? Hát itt mindig ugye, mint minden másban is, de itt főleg a tökéletességre kell törekedni mindig. Mindent akkor kell megcsinálni, amikor azt éppen kell, tehát nincs idő arra, hogy elhalasszuk a dolgokat, hanem meg kell csinálni mindent precízen és időben pontosan. Ami engem megfogott ebben, az, amikor nekiállunk ilyenkor a metszésnek, és egy ilyen élettelennek tűnő növényből utána majd kóstoljuk a palacból ezt a nedűt.
A Gessler családi pincészet egy kitűnő családi borászat a Móri borvidéken, amelyben erős alapot ad a múlt, a szorgalmas sváb identitás, az elődök tisztelete. Ugyanakkor legalább olyan fontos a család jelenében és jövőjében, hogy kiváló minőségű borokat készítsenek a ma borkedvelőinek. Örülünk, hogy itt lehetünk, hogy a Móri borvidéket, Mórt képviselhetjük, ugye itt 4 pincészet vagyunk itt, és hát fontosnak találjuk a helyi rendezvényeken részt venni, mert nem evidens mindenkinek, hogy ilyen közel van a Móri borvidék, és igyekszünk mindig így a maximumot kihozni a borokból is. Jól sikerült a szüret, nálunk még csak így most készítjük a borokat, egy új bort hoztunk, reméljük, hogy ízleni fog majd a kóstoló közönségnek. Izmindi Réka és Németh Gergely családi borászata igazi különlegesség Móron. Képzeljünk el egy kertépítő villamosmérnök házaspárt, akik gyermekeikkel varázslatos nedüket kínálnak a 21. századi egyében. Friday Winery Móri borvidéket képviseli. 2015 óta vagyunk a piacon jelen, itt a Bormustrán a 3. éve. Az általunk kitűzött célokat eddig sikerült tartanunk, egyre több rendezvényen tudunk megjelenni, így egyre több embert tudunk megszólítani, tudjuk a termékeinket bemutatni. Még mindenképpen felfutó ágban vagyunk, tehát még van minden értelemben kapacitásunk, és igyekszünk egyre több kóstolót tartani helyben, a pincénkben. Cégeket megkeresünk, és őket próbáljuk megszólítani, mind itt Fehérvár, Mór környékén. Angol nyelven professzionális kóstolót tudunk tartani, ami mindenféleképpen egy egyedi, egy specialitás. Ezt a környező borászatok így nem mondhatják el magukról, legalábbis nem népszerűsítik ezt a szolgáltatásukat, hogy ez az előnyünk megvan. Részben ennek köszönhetően, illetve hogy telik múlik az idő, egyre inkább megismerik az emberek, az éttermek, a kereskedések, a termékeinket. A visszaigazolás a termék minőségével kapcsolatban mindenképpen pozitív. Nyilván megvan az, hogy kinek mi tetszik, van, aki hordós borra esküszik, van, aki a reduktívakat szereti. A termékpalettánkon mindegyik megtalálható, így úgy gondoljuk és azt tapasztaljuk, hogy minden vendégnek tudunk valamivel kedveskedni, így az idő már csak nekünk dolgozik, és egyre sikeresebbek leszünk. Fehér megye képviseletében Nagy Gábor pázmándi borászata is jó úton jár. A Móri borvidék képviseletében az Ezer jó hazájában olyan nemes nedűk kerülnek palackozásra, amelyekre büszke lehet a gazda. Ritka az olyan család, ahol nincsen saját, legalább egy picike kis házikerti szőlő nálunk, és ugyanígy volt ez. Édesapám sokáig hobbiborászkodott a saját kis birtokon, aztán úgy hozta a sors az élet, hogy át kellett tőle venni, és a többi már hozta magával, ebből szerelem lett a szakma iránt. Elmentem iskolába tanulni, és a birtok most már lassan közelíti a 8-9 hektárt. Hogyan lehet tovább lépni, hiszen nagyon fontos gasztronómia kultúra része, tudjuk, a bor, és csak a jó borok a kelendőek. Hát a tovább lépés nem egyszerű, főleg, hogyha az ember nem egy tőkerős valaki, hanem a nullából indul, a nulláról kezd, és onnét próbálja meg felfejleszteni a saját kis borászatát arra a szintre, amit a nagy cégek is képviselnek, és ezt próbálom. Nehezen megy, lehet, hogy lassan, de biztos lépésekkel haladunk előre, úgyhogy töretlenül haladunk felfelé. A találkozó bizonyította, hogy Magyarország történelmi borvidékeinek szőlősgazdái az őshonos szőlőfajták gondozása mellett, lépést tartva a korral, új, korszerű technológiával, megtartva a kézműves hagyományokat, a legkülönlegesebb borokkal kényeztetnek el bennünket. Továbbra is borral folytatjuk, a vincellérek védőszentjét köszöntötték a Nóhegyi Szent István borlovagrend tagjai az Öreghegyi Közösségi Házban. A borrend a találkozón megválasztotta a város zászlós borát is. Az Öreghegyi Közösségi Házban tartotta az év első találkozóját a Nóhegyi Szent István borlovagrend. A borlovagok, a vincellérek védőszentje, a hagyományos Szent Vince napi rendezvényen elvégezték a vincevesszővágást, és a kapcsolódó bormustrán eldőlt az is, hogy melyik 2018-as nedű lesz a zászlósbor és kísérőborai, amelyek idén reprezentálják Székesfehérvárt. Fontos és érdekes, hisz egy népi hagyományról fogunk itt ma megemlékezni,
ez a visszavesszővágás, amit meg kell mondjam, hogy én magam részéről gyerekkorom óta követem, mert valamikor a gazdák bizony ezt a kérdést komolyan vették, és próbálkoztak ilyen termésbecsléssel foglalkozni. Hát ennek az emlékére mi is megtesszük ezt. Abban a reményben tesszük meg, hogy remélhetőleg egy hasonló évet fogunk majd zárni, de hát a kíváncsiság az nagy úr. De úgy gondolom, hogy majd erről későbbiekben egy kicsit talán szakmailag több el fog hangzani. A másik pedig, ami nagyon fontos nekünk, hogy az ászas borunkat minden évben kiválasztjuk, ez az engő, de el kell döntenünk, hogy kinek az engője lesz majd a 18 évi zásztosbor, ami egyben a városbora. Ez egy nagy megtiszteltetés annak a borásznak, bortermelőnek, aki ezt a kiemelkedő címet elnyeri, és ezt a zásztos bort nem csak, hogy a városbora lesz, hanem ennek van azért egy hírértéke vagy hírneve is, hisz az összes rendezvényünkre, amire megyünk az országba, társborrendekhez, ezt a zászlósbort visszük. Ennek van egy etikája, felénk is ugyanígy történnek ezek a dolgok, tehát egymásnak a zászlósborait megmutatjuk, és ezzel visszük egy kicsit a városunk hírnevét is. Ami még ebben izgalmas, hogy ma csak kiválasztjuk, és majd február 16-án fogjuk bejelenteni a 17. nagyszabású rendezvényünkön, a úgynevezett borbálon, borászbálon, amire természetesen nagy izgalommal, szeretettel készülünk most is, és annak egy kiemelkedő eseménye lesz ez, hogy bemutatjuk, hogy ki is a zászlós bor, ami egy igen komoly megtiszteltetés. A termőfölddel szoros kapcsolatban élő ember számára mindig meghatározó volt a természet iránymutatása. Ilyen tudás kötődik a Vincenaphoz is, amely ma újra élő hagyomány nem csak a borászok, hanem a borkedvelők számára is. Nagy ünnep ez a borrendi tagoknak, meg minden borszerető gazdának ez a Szent Vince ünnepe, mi tulajdonképpen január 22-én ünnepeljük, és hát nagy népi hagyományok vannak, amit sokan betartanak. Kisebb helyeken ezt nem tudják betartani, de például Siklós vidékén, Villány környékén, azon kívül sok Villien borházba, sokfelé meg is tartják ezeket a dolgokat, és igazán hagyományt teremtenek. És ugye különböző szokások vannak, a legfontosabb dolog, ami ezzel kapcsolatban ilyen népi mondás, hogy házik vince, tele van a pince. És ez így is van. Január 22-én figyeltem az időjárást, és hát remélhetőleg, hogy tele lesz a pince ebbe az évbe is. Hál' Istennek a szőlő az egy nagyon hálás növény, azért, mert ugye mélyek a gyökerei, mindig megkeresi a vizet és a tápanyagot, tehát tulajdonképpen, hogyha nem jön nagyobb fagy, akkor még lehet arra számítani, hogy normális termés lesz 2019-ben is, mint eddig is nagyon szerencséink voltak, még az kell, hogy ne legyenek februári-márciusi fagyok, és akkor nyugodtan számíthatunk arra, hogy jó borral fog minket megörvendeztetni a természet. Csóbor Balázs főborász megerősítette, a nadapi zengő, mint zászlósbor kivételes lehetőség a borrend tagjainak, hogy egy esztendőn keresztül az ő nemes nedűjével fogadják a város vendégeit. Ez egy hatalmas elismerés, hogy a városbora valakinek a pincéjéből kikerüljön. Hát a feltételei borlovag, saját készítésű zengőjével, mert zengő egy magyar fajta, Király Ferenc nemesítette. Borászként mi a tapasztalatod, az engő mennyire tradicionális ebben a környékben? Hát nem széles körben ismert fajta, el nem tudom mondani, 50 hektár körül lehet az egész országban a termőfelület. Hát nálunk is egyetlen egy helyen terem, Nadapon, itt a közelben. És milyen különleges eljárást igényel? Van-e olyan fifikás történet, megoldás, szőlészeti megoldás, ami az engőt kiváló borrá teszi? Ezer arcú, mint a Móriak ezer jója. Lehet készíteni fahordóban, reduktívan, késői szürettel, korábbi szürettel, hiszen magas savai vannak, jól cukrosodik. Egy kiváló fajta. A mostra eredményeit február 16-án a Szent István Művelődési Házban a hagyományos borbál keretében ismerheti meg a közvélemény.
Új földforgalmi szabályozásról tartottak fórumot a Fejér megyei Agrárkamara rendezésében. A tanácskozáson a szakemberek megvitatták az új törvény alkalmazásának módozatait. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bemutatta több éves fejlesztési programcsomagját, amelyben konkrét javaslatokat fogalmazott meg, többek között a stabil és versenyképes birtokszerkezet megteremtése, a működési formák átláthatóvá tétele, az önkéntes együttműködések ösztönzése, a modernizáció felgyorsítása, a termés és jövedelembiztonság javítása, illetve a teljes élelmiszerlánc fejlesztése érdekében. Fórumon milyen aktuális és fontos témakörök lettek idehozva. Az első és legfontosabb ilyen témakör az új földtörvénnyel kapcsolatos változások. Ennek kapcsán én azt emelem ki, hogy a helyi földbizottságokra, az agrárgazdasági bizottságokra sokkal nagyobb hangsúlyt fektet ez a törvény, hiszen az a cél, hogy a helyben élő és gazdálkodó gazdák tudják véleményezni az adott környéken a földadásvételeket, hiszen így a birtokpolitika kialakításában ők vannak helyi gazdálkodóként a legjobban a helyzet magaslatán. Tehát ez a kamarának egy fontos szempont, hogy a helyi gazdálkodóknak a véleményére építsen. Ezen kívül még az illeték szabályokkal és precíziós gazdálkodással kapcsolatos új technológiai újdonságokról is szó lesz ezen az Agrárfórumon. A termőföld használatának kérdése nemzetpolitikai fontosságú. Hazánk uniós csatlakozásakor biztosított 10 éves moratóriumi időszak lejártát követően léptek hatályba az új földforgalmi rendelkezések. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk a Fejér megyei kormányhivatal képviseletében, és segíthetjük az önök tevékenységét, hiszen itt a megnyitó elején is elmondtam azt, hogy a Fejér megyei kormányhivatal a gazdákat a szakmai ismereteken túl abban tudja segíteni, hogy a megváltozott jogszabályi környezetben minél jobban sikerüljön eligazodni, hiszen a mezőgazdasági és szakmai ismeretek mellett jogi ismeretekre is szükség van itt a földek adásvétele, haszonbérlete, földhasználat kapcsán. És éppen ezért kértük meg a kollégákat, hogy a szükséges és aktuális jogszabályokról, jogszabályi változásokról olyan előadást tartsanak önöknek, amely ismereteknek a birtokában önök eredményesen tudják majd a tevékenységüket végezni. Éppen ezért dr. Brát Mária főosztályvezető azt, hogy majd a földforgalmi törvény változásáról, és Fini Péter kollégánk pedig a végrehajtás alapú földárverésekről fog rövid előadást tartani. Marika megígérte, hogy megpróbálja röviden, alig 2 órában összefoglalni majd a szükséges ismereteket, csak vicceltem természetesen, azért átadja majd a röviden, tömören a legszükségesebb jogszabályi változásokat felsorol, azokat az információkat, amelyek valóban lényegi változást jelentenek az idei év január 1-től, és amelyeknek a birtokában önök eredményesen és jogszabályszerűen tudják majd végezni a tevékenységüket. Én kívánom önöknek, hogy a mai napon olyan információk és ismeretek hangozzanak el, amelyeket tényleg a gyakorlati végrehajtás során megfelelően tudnak hasznosítani és használni. És kívánok önöknek sikeres évet, ez pedig kiváló munkát, jó erőt, jó egészséget és még jobb időjárást. A módosítások legfontosabb céljai a helyben lakó gazdák szerepének erősítése, a versenyképesség javítása, egy egészséges, stabil birtokszerkezeten keresztül, a visszaélések visszaszorítása és a termőföld magyar kézben tartása. A földforgalmi törvénnyel kapcsolatban van egy európai uniós kötelezettségszegési eljárás folyamatban, emiatt nem lehet hozzányúlni. Mit is jelentett ez? Amikor hatályba lépett ez a törvényünk a többi új európai uniós tagállammal együtt, akkor elég szigorú szabályokat vezettünk be arra vonatkozóan, hogy ki és hogyan szerezhet földet. Elég csak arra gondolni, hogy földművesnek kell lennünk, a magyar és az európai uniós állampolgárok előnyt élveznek a harmadik országok tagállamaival szembe, helyi földbizottságnak jóvá kell hagyni, és eleve, hogyha végiggondoljuk ezt az egész eljárást, akkor nagyságrendileg 6-7 hónapig valaki el tudja adni a földjét. Ez nem egy olyan eljárás, hogyha valaki reggel felébred és gondol egyet, hogy ő már pedig eladja a földjét, akkor egy hét múlva ezt az üzletet nyerbe tudja ütni, utána indul csak el igazából a neheze ennek az egésznek. Tehát látszik, hogy itt az volt az eredeti szándék, és hogy a termőfölddel tényleg a gazdálkodók úgy gazdálkodjanak, hogy érezzék annak a súlyát, és vegyék komolyan ezt a tulajdonukban lévő értéket. Az Európai Uniónak nem tetszett viszont az, hogy milyen korlátozásokat vezettünk be.
amiket az előbb elsoroltam, azok is korlátozásnak számítanak a szemükben. Nem tetszik nekik az, hogy a cégek nem szerezhetnek tulajdont, így megindították ezt az úgynevezett kötelezettségszegési eljárást. Ennek keretében vizsgálták a törvényt, hogy mennyiben korlátozza az Európai Unión belül a tőkének az áramlását, és ez a mai napi folyamban van, ez az eljárás nem zárult még le. A változások érintik többek között a helyi földbizottságok feladatait és eljárását, az elővásárlási jogosultságokat és a termőföld vételárára vonatkozó szabályokat is. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Minden jót kívánok mindnyájuknak, jó hétvégét, viszontlátásra!